Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Channeling a Bibliából. Mint a napokban említettem, vannak újdonságok nálam, amit én nem befolyásoltam, nem is tudom befolyásolni. Hogy tudnám elmagyarázni? Reggelenként, amikor felkelek, még egy rövid időre becsukom a szememet, és az utóbbi napokban, ebben a helyzetben kapok bizonyos képeket. Ezek a képek nem mozognak, hanem úgy néz ki, mint egy képes lap. Így a napokban minden nap kaptam ilyen üzeneteket, és mivel úgy érzem, ezek az üzenetek nem csak nekem szólnak, ezért így elmondom, ha van egy képes lap üzenet, ha nincs, akkor nincs, mint mondtam, én ezt nem tudom befolyásolni. De a mai napon is volt két üzenet, így közvetítem nektek, lehet, hogy neked szól, vagy elgondolkozhatsz azon, hogy mi az üzenet fontossága, leírhatod a kommentárba. Az első üzenet volt egy képes lap, és ezen a képes lapon volt egy virág kiárusítás, olyan volt, mint egy piac, de csak virágok voltak, gyönyörű volt a kép, különböző virágok, de minden virágnak ugyanaz volt a színe, ilyen halvány rózsaszín, világos kék, tehát ez volt a két szín, ami megjelent a képes lapon, és az elején ott volt egy asztalka, és az asztalon egy virág cserép, virág nélkül. Tehát üres volt ez a virág cserép. Én úgy gondoltam, hogy ez az üzenet azt jelenti, ültessünk virágot. Vagy azt is jelentheti, hogy minden virágnak más a formája, de ugyanaz a színe. Tehát kellene új szín, kellene egy új kezdet, vagy újdonságok. Ez utalhat a növényekre is, de arra is, hogy egy bizonyos helyzetben mi különbözőek vagyunk, de ugyanaz a színünk, tehát ezen kellene talán valamit változtatni, ezért volt ott az asztalon ez az üres virágcserép, hogy ültessünk egy virágot, ez lehet ugyanolyan, mint a többi, viszont kell, hogy színes legyen, vagy más színe legyen, hogy legyen különbség a virágok között. Tehát ez volt az első üzenet, az első kép. Utána hamarosan kaptam egy másik képes lapot is, ez nagyon érdekes volt, hiszen a képes lap tetején megjelent az ukránoknak a zászlója, és a zászló felett egy fekete csík, utána pedig egy fehér. Ez is olyan volt, mint egy zászló. Alul az ukrán zászló, felette pedig egy másik zászló, fekete és fehér. A képen volt egy zöld mező, és egy férfi, egy juhász ruhában, de nem voltak állatok a képen, csak a mező és a juhász. Alul a sarokban jobb oldalon volt egy kuckó, egy olyan szürke színű kuckó, ahova vissza lehet húzódni, vagy ott el lehet bújni tulajdonképpen. Én elgondolkoztam azon, mit jelent ez a kép. Bizonyára az ukrán háborúról van szó, hiszen az ő zászlójuk jelent meg. Felette fekete-fehér, tehát vagy így, vagy úgy, nincs kapcsolat, vagy mindkét részről nem hajlandók egymással kommunikálni, hanem úgy gondolják, vagy veszítünk, vagy nyerünk, középút nincs, vagy így, vagy úgy. És amit láttam ezen a zöld mezőn, ami tulajdonképpen egy szép kép volt, kellemes, tehát nem váltott ki félelmeket ez a kép, de ez a juhász, minthogyha őrizne valamit, vagy figyelné az eseményeket, de nincs körülötte senki,
és a kuckó az lehet, hogy így elbújva vannak a tanácsadók, vagy ott fogják ebben a kuckóban majd megbeszélni a dolgokat, de ez nem látható kívülről. Tehát én így láttam a képet. Ez a zöld mező, ez hasonlított egy focipályára is, és nincsenek játékosok ezen a pályán, de mégis a zászló az megjelent, az ukrán zászló és a fekete-fehér zászló. Holott ennek lehet egy jó jelentősége is, mert a fehér szín az mégiscsak utal a békére. Tehát ez volt az üzenet, ez volt ez a képes lap a mai napon, illetve két képes lapot kaptam, hogy te ezt hogy látod, leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. És most kinyitom a Bibliát, és megnézzük azt, hogy mi az aktuális üzenet. Itt ez a nyaklánc, ez kimozdul bizonyos szavaknál, és akkor így tudom azt közvetíteni, ami ebből a forrásból jön. Van valaki a környezetedben, és ez a személy szeretne valamit magyarázni, vagy magyarázkodni nálad. Ha megvan ez a kapcsolat, kérdezd meg tőle, hogy miért jött, hogy mit akar. Ami az otthonodat illeti, szeretnél valamit változtatni, valamit szépíteni az otthonodban. Ügyelj az otthonodra, hiszen ez értékes számodra. Hamarosan érkezik egy hír vagy egy irat hozzád, ez lehet egy szerződés is, nyugodtan aláírhatod, minden rendben van. Valaki küld neked valamit, ez a hír, persze ez lehet egy ajándék, vagy egy meghívás, és fontos lesz számodra. Valaki hálás és dicsérni fog téged. Te vagy, éld a saját személyiségedet, és van egy trónod, foglald el ezt a trónt, és uralkodj az életed felett. És ez volt az üzenet a Bibliából,
kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!